Sziasztok, Korec Márk vagyok a Vadászblogtól, a mai adásban pedig egy új technológiát, illetve új hőkamerákat mutatok be nektek. Ez az Infiray féle Reality Plus megoldás, amit az őszi termékbejelentése mutattak be, de nem túl sok szó esett róla. Közben kiderült, hogy már két termék, két AFFO modellben megjelent ez az új technológia. Ez egy rövid bemutató lesz most csak, helyettem inkább beszélnek majd a képek, hogy mi a különbség a régi AFFO és az új AFFO között. A Reality Plus az egy mesterséges intelligenciás technológia, amit az Infiray most vezetett be. Nem tudjuk, lehet, hogy ez csak kísérletezés a részükről, de az is lehet, hogy ez a hőkamera technológiának a jövője. Ugyanis a mesterséges intelligencia azt tudja, hogy úgy tud javítani képet, hogy nem kell fizikai jellemzőket a hőkamerán vagy bármilyen kamera technológián fejleszteni. Mert ugye, ha fejlesztjük a szenzort, attól drágább lesz a kamera. Ha fejlesztjük az optikát, értem azt, hogy egyre fényerősebb vagy egyre nagyobb nagyítású optikát teszünk bele, azzal drágítjuk a hőkamerát. Viszont az elmúlt évtized, talán most már mondhatom, technológia, ez a computational photography, magyar neve talán számítás alapú képkészítés vagy fotográfia. Ennek az a lényege, hogy egy meglévő technológiát turbóz fel gyakorlatilag a mesterséges intelligencia gépi tanulás folytán egy értékelhető formára. Hogy ezt kézzel foghatóvá tudjam tenni, nézzétek meg a mobiltelefonokat, hogy 10 évvel ezelőtt milyen képminőséget tudtak, és ma milyen képminőséget tudnak. 10 éve még azt mondták, hogy soha nem fog olyan képet lőni egy, vagy olyan videót lőni egy mobiltelefon, amit egy komolyabb fényképezőgép vagy kamera tud. Ma meg már ott tartunk, hogy ez gyakorlatilag nem igaz. Egy csomó paraméterben már vetekszik a mobiltelefon a fényképezőgépekkel, pedig a szenzoraik nem lettek nagyobbak, a felbontások ugyan nőttek, bár nem mindegyik gyártónál, mégis egyre szebb képet kapunk, és ez azért van, mert mesterséges intelligencia és algoritmusok rakják össze a képet. Nem lesz ez úgy tűnik másként a hőkameráknál sem, lehet, hogy hiába várjuk, hogy a 384-es vagy a 640-esnél, vagy esetleg most már van 1024-es meg 1280-as hőkamera, nem biztos, hogy várhatjuk, hogy ennél nagyobb felbontások legyenek, lehet, hogy inkább szoftveresen fogják a jobb képminőséget elérni. Ennek talán az első lépcsője ez a Reality Plus, amit az Infiray bevezetett, tehát ez egy mesterséges intelligenciás képalkotás, ami azt jelenti, hogy a szoftver és az algoritmus elemeire bontja a képet, kiszűri belőle a zajt, kiszűri belőle, vagy hát felismeri rajta az érdemi tartalmat, jelen esetünkben a vadat, és úgy javítja és korrigálja a képet, és utána újra összerakja egy képé, hogy kevésbé zajos, élesebb és kontrasztosabb képet kapunk ezáltal. Ez elsőként az AFFO modellekben jelenik meg. Itt látszik ez a régi AFFO-nak a doboza, mutatom közelről, ez pedig az új AFFO-nak a doboza. Itt látható, hogy egy ilyen hologrammos, vagy egy ilyen kis fényvisszaverős kis cetli csillog rajta, ez az R plusz jelölés. Ez jelöli az új technológiát. Hogy mi a különbség a kettő között, azt mindjárt megmutatom egy videóban. Első körben még annyit mondanék, hogy most a 09-es és a 13-as AP, tehát AP09, AP13 modellek jelentek meg ezzel a Reality Plus technológiával, de itt látom a dobozon, hogy hamarosan jönni fog az AL19 és az AL25 nagyobb felbontású változat. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tudnak. Na lássuk! A videó készítése idejében egy rövid próbálkozás után le voltam nyűgözve a Reality Plus teljesítményétől. Egyértelmű képminőség javulást mutatott a hagyományos hőkamerához képest. Eltűntek a pixelek, eltűnt a képzaj, mintha a hőkamera a ranglétrán egy fél fokot ugrott volna felfelé. Később kivittem vadászni magammal és valós körülmények között teszteltem. Az eredmény itt is figyelemre méltó volt, de azért be kellett lássam, hogy hát, hogy úgy mondjam, a semmiből ez sem tud valamit csinálni. És ez alatt, hogy ahol nincs képi információ, a kis felbontás és vagy a kis nagyítás miatt, oda a Reality Plus sem fog tudni varázsolni adatot. Ez utólag megmagyarázza azt is, hogy a legolcsóbb AP09 esetében olyan nagyon nagy változást nem produkált a Reality Plus.
A 13 mm-es hőkamera 256-os szenzorral, mint az AP13, már egyel jobb, egyel több képi információt tud szolgáltatni. 100 méteres távolságon belül álom, amit művel vele a Reality Plus. Lekerekíti a blokkos pixeleket, eltünteti a képzajt, és ez akkor a leglátványosabb, amikor digitálisan belenagyítunk a képbe. Nem véletlenül enged az Infiray 4x digi nagyítást, míg a hagyományos AP13-nál csak 2x-est. Kétszáz méteren túl viszont őzméretű vagy annál kisebb állatok esetén csak jószerivel egy formátlan pacát mutatott az AP13 eddig is, és ez most sincs másképp. Az új algoritmus lekerekítős megoldása ráadásul egészen szürreális látványt tud már ilyenkor produkálni. Egy 250 méterre korzózó róka eddig egy vízszintes, de alaktalan folt volt. A Reality Plus-szal sem lesz formája, de inkább hasonlít egy hullámzó mesztelen csigára, hogy szemléletesen fogalmazzak. Persze a rutinos vadász ebből is tudni fogja, hogy portyázó ragadozót lát. Néha úgy éreztem, mintha kissé túlzásba vinni az algoritmus a pixelek lekerekítését. Azt viszont nem tudtam eldönteni, hogy ezzel értékes részletek vesznek-e el, vagy ezek a részletek amúgy sem voltak ott, így nincs jelentősége a masszív zajszűrésnek és élsimításnak ilyen szempontból. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a komolyabb felbontású modelleket hogyan fogja kezelni a Reality Plus, mert az irány szerintem nagyon jó, teljesen más élmény az AI-val a hőkamerázás. Ezekkel a mini felbontású belépő modellekkel csodát művelt, főleg a nagyobbikkal, de nyilván a világot nem váltja meg. Egyelőre. Vajon milyen lesz a nagyobb felbontású középkategóriás hőkamerákkal, és vajon idővel megkapják-e majd a nagy felbontású prémium modellek is? Meglátjuk.